24 hazai klub 520 táncosa, 38 páros és 46 lányformáció 9 versenykategóriában nevezett a pécsi akrobatikus rock'n'roll magyar bajnokságra. A fellépők között több világ és Európa bajnok, világkupa győztes versenyző volt. Az elődöntők és a reményfutam után minden kategóriában a legjobb 7 jutott a délutáni fináléba. A döntő az ünnepélyes megnyitó után a párosok versenyével kezdődött. Vivien és Bálint a második korcsoportban indult. Mindenképpen szeretném sokáig folytatni. El szeretnék jutni felnőtt kategóriáig, és ki szeretném próbálni ezeket az akrobatikákat. Én 8 éve táncolok, és nekem is a páros nagyon közel áll hozzám, az egyik kedvenc kategóriám, és úgy gondolom, hogy mi is nagyon sokat készültünk erre a napra, hogy megvalósítsuk azt, amiért idejöttünk. És úgy gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült ma. Én ebben az évben kezdtem a junior kategóriát, és még további 2 évben is itt fogok maradni. A felnőtt kategóriáig el szeretnék jutni, és azon belül is. A fiatal páros megnyerte kategóriáját, és magyar bajnok lett. A rendezési jogot pályázat útján a pécsi Fordán Sport Egyesület nyerte el. A klub 1995-ben rendezett először országos akrobatikus rock'n'roll táncversenyt. 2020-ra tervezték a 25. jubileumi bajnokságot, de a pandémia miatt erre nem volt lehetőség. 2012 és 2020 között hasonló bajnokságuk az Országos Szakszövetségnél 7 alkalommal nyerte el az év táncversenye címet. Nagyon kemény színvonal van, mert hogy itt tényleg világklasszisok vannak. Olyan versenyzők táncolnak ma itt a pécsi magyar bajnokságon, akik bejárták fél Európát, világ és Európa bajnokok. Utánpótlás kategóriában children, serdülő és junior, a felnőtt női formációban pedig 3 kis formáció és 2 nagy formáció versenyez, plusz a junior páros formáció. 9 versenykategória, és tényleg a legjobbak. Sajnos nem vagyunk érdekeltek a döntőben. A csapatunk, aki a selejtezőből kiesett, volt egy éjszakai betegség, és reggel nem tudtak 6-an kiállni, csak 5-en. Ez nagyjából úgy meg is pecsételt a sorsukat, a Gessigöz formációról van szó egyébként. De az a mai verseny nagyon jó, nagyon pörögnek a táncosok, nagyon jól érzik magukat itt Pécset. Örülök neki, hogy minden évben megrendezhetik ezt a bajnokságot. Nagyon sokat készültünk rá, szinte már szeptember óta ez volt ugye a cél a magyar bajnokság. Hát sajnos így az utolsó pillanatban, hogy ennyit kellett változtatni, ez eléggé megnehezítette az egészet, de amit tudtunk, azt kihoztuk magunkból. Én szeretnék a későbbiekben oktatással foglalkozni, illetve ameddig lehet, addig szeretném csinálni is. Általános iskolás korom óta rockizom, nagyon szeretem csinálni. Most már Pap Viktor mellett asszisztensként és oktatóként is tanítok kisgyerekeket. Ameddig lehet, szeretnék táncolni is a Gessigöz formációban. Nagyon örültünk, hogy részt vettünk ezen a versenyen, és az ország legjobb táncosaival megmérettethettük magunkat. Az akrobatikus rock'n'roll magyar bajnokságnak kiemelt díjazása volt, hiszen a formációs csapatoknál nem csak a dobogósok, hanem mind a 7 döntős egység serleget kapott. Különleges, egyedi érmet kaptak a párosok döntősei is.